Ünnepi gálaműsorral vette kezdetét az idei Árszákra Fesztivál a Fehérló Közösségi Házban, aminek keretében Zsódi Viktor nyitotta meg az intézményben látogatható fotókiállítást is. Zsódi Viktor elmondta, a képek nem elsősorban a vallásos téma miatt kapcsolódnak az Árszákra Fesztiválhoz, hanem azért, mert amikor születtek, olyasmit mutattak be a valóságból, amiben feltűnik a teremtő jósága, a világunk szépsége. 1870-ben az első vatikáni zsinaton beszélt erről a katolikus egyház, hogy mi úgy hisszük, hogy a józan ész fényénél a természet szépségéből lehet következtetni az alkotóra, a teremtő Istenre. És ezt tapasztalhatjuk meg ezen képeknek a szemlélése során, hogy nem csak a témája, hanem a pillanat elkapása is arról szól, hogy valami szépség van ebben a világban. A kiállítás keretében összesen 32 fotó kapott helyet a Fehérló Közösségi Házban, amiket Csapó István, Lengyel Zsolt, Molnár Lajos, Talpas Balázs, Pál Miklós, valamint Góda Barbara készítettek. Szerintem azért, hogyha nyitott szembe jár az ember, akkor azért mindenhol talál ilyen pillanatokat, főleg tényleg utazások során, egyszerűen szembe jönnek. Tehát olyan nagyon nem kellett keresnem, hogy legyenek olyan képek, ami passzol ehhez a kiállításhoz, meg ennek a mondani valójához, mert igazából mindenfelé ott van ez a téma. Talpas Balázs képeik közül most 4 alkotást láthat a közönség, amik a legkülönfélébb helyzetekben készültek. Ez egy kirándulás alkalmával készült, nem Magyarországon, külföldön, egy székesegyháznak a mellékhajója, Frankfurt mellett. És a fények miatt örökítettem meg, és úgy néz ki, hogy átjön. És megvan a szakrális hangulata is ezzel a fénybeszűrődéssel. A vírushelyzet miatt nehezebb feladata volt az egyesület fotósainak, kevesebb kép készült az elmúlt időszakban, így ezúttal régebbi fotók kerültek a falakra. Az egyesület azonban már megkezdte a munkát, hamarosan pedig a Flash központban várják az érdeklődőket éves nagy kiállításukkal. A legközelebbi kiállításunk november 15-én lesz a Flashben, mind a két galériában. Meghívott vendégünk most egy kép sorozat lesz Radnóti Miklóshoz kapcsolódóan, és a másik teremben pedig szokásosan az egyesületünk képei láthatók majd. Az Árszákra Fesztivál keretében nyílt kiállítással egész szeptemberben várják az érdeklődőket a Fehérló Közösségi Házban. A fesztivál programjai pedig a héten folytatódnak, csütörtökön filmklubbal, míg pénteken kézműves foglalkozással készül a Fehérló Közösségi Ház.